Shalom, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם, מאמר לסיום. Jó reggelt mindenkinek, בעל הסמירásában olvasunk. Beszéd Zohar befejezésének alkalmából. Mondják az oldalszámot. Kérdéseket lehet feltenni a kapcsolatban keresztül, és ezeket meghallgatjuk a lecke során. שהדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף Már mondtuk, hogy a teljes dvekut és a teljes elés 125 fokozatra van felosztva. Ennek megfelelően a Mesiás napján előtt nem lehetett elérni ezeket a szintet teljességében. És két különbözőség van a Mesiás generáció és a többi generáció között. Az első, csak a Mesiás generációban lehet elérni, mint az összes 100 fokozatot, és egyik másik generáció sem. Kettes, a generációkon azok, akik felemelkedtek és meglettek jutalmazva a dvekuttal, csak néhányan mondjak, ahogy ezt a bölcsén kértek a válság kapcsolatban. Én egyetlen embert találtam az ezerből. Az ezer ember lépett be a szobába, és csak egy ember jött ki, hogy tanítson. Ez azt jelenti, hogy ő jött el a dvekutat, és őt tanítani. Ahogy az írva van, az egész föld tele lesz az Úr ismeretével, és nem tanítja egyetlen ember sem a fele barátját. Mindenki ismerni fogja az Úrat, a legkisebbtől a legnagyobbig. És ez a kivért Rásbi és az ő generáció, akik megírták a Zohar könyvét, akik elérték mind a 125 szintet az ő teljességeben, még akkor is, hogyha megelőzték a Mesiás generációt. Erről az lett mondva, hogy a bölcsek előbbre valók a prófétáknál. És ezért azt találjuk nagyon sok helyen a Zoharban, hogy nincs olyan generáció, mint Rásbé generáció, egészen a Mesiás generáció. Ezért voltak képesek megírni ezt a hatalmas könyvet, és elérni a Tóra titkait, mind a 125 fokozatnak megfelelő. És ezért, mondva a Zoháról, a Zohár könyve csak a napok végén fog feltárulni a Mesiás generációjában, a Mesiás napjaiban. És ezért mondhatjuk, hogyha a diákok nem képesek megérteni az ő tanáraiknak a szavait, ha nincsenek ugyanazok a szinten, azaz nincsenek a teljes elérésben. És a Zohár szerzőinek szintje mind a 125 szinten megvolt, és ők ezt képesek voltak elérni, még a Mesiás generáció előtt. Ebből az következik, hogy nincs közös elérés, amit a Zohár szerzői elértek, a Mesiás napjait megelőzően. És ezért a Zohár nem tárulhatott föl a Mesiás generációja előtt. És ez egy világos bizonyíték, hogy a mi generációnk elérkezett a Mesiás napjaihoz. Láthatjuk ezt, mivel megszületett a Zohár könyv magyarázata, és letisztázottak olyan dolgok is, amik ezelőtt még 10%-ban sem tudtak feltárulni. De a mi generációnkban megletünk jutalmazva a Szulám kommentára, a létre kommentárokkal, amely egy teljes magyarázat a Zohár szavaihoz. Sőt, mi több, nem csak, hogy nem hagyunk tisztázatlan részt az egész Zohárban, hanem ezek a magyarázatok egy nagyon egyenes analízison alapulnak, képes megérteni. És ezért a Zohár felbukkan a mi generációkban, és ez egy világos bizonyíték, hogy elérkeztünk a Mesiás napjaihoz. Mert ez a generáció van megjutalmazva azzal, hogy az egész lesz az Úr ismeretével. Rav, mindent felhasználhatunk, amit megtalálunk a Zohár könyvében. Különböző helyeken is le van írva. Van, ahol nagyon nehéz.
לבעלי השגה, וגם הם משתמשים בו לא ממש. Azok az emberek tanulmányozták, akik elérésben voltak. De ezt a napjainkban most egy nyilvános módon használhatjuk. Mert a kamara bölcsétében minden a Zohár könyvéből származik. Minden innét jön. Ezek az írások, amiket a kabbalisták írtak. Ez a könyv inspirálta őket. És pontosan Szulám kommentárok a Zohár könyvéből származó fény, ami beragyogott mindent. Mi hamarabb beszélünk, aki kinyitott a könyvet és hozzátapadt, de a fény ebben a könyvben, amit felkészített nekünk Bála Szulám, és mi használhatjuk másokkal együtt. És át kell adnunk a generációnak, a mi generációnak, hogy ők is használhassák, és ez csak a fényben, a kérdések ezzel kapcsolatban. Ki a közepes képességű tanuló, aki szintén megértheti ezt a könyvet? Én nem tudom, magyarul, hát bárki. Bárki, aki meg akarja szerezni ezt a könyvet, el akarja érni, ami benne van, az irányítani tudja ezzel a megszerzési vágyát, fölé tud emelkedni, uralkodni tud rajta, és képes elérni. Képes megépíteni ezt, és megkapta az egyedül feltezt. Vagy tanuljuk a leckén, mi nem... Nem találjuk a Szulám kommentárral a leckén. Ez nem érdekes, mondja, minden, amit tanulunk, az a Zohár könyvében gyökerezzik, és ez olyan, mint egy forrás. אתה בעצם מרגיע את צמא שלך. אותו דבר כאן. Minden, amit elérünk, tehát először a vizet kell érnünk, és utána a forrást. Mert nincs más forrás a spiritualitásnak a világunkban, mint spirituális vagy korpás formában, de minden a Zohár könyvéből eredne. Ezért nagyon-nagyon fontos a Zohár könyve. Tehát ott több könyvek vannak, Jecira könyve, Raziel Akanya könyve. Ez különböző módon írnak. A Zohár könyvétől különbözően írják le. A Gemara és a különböző források. De a Gemara természetesen nem az Zohár könyve, de mondjuk, hogy többé-kevésbé hasonló forrásból származik. והתחילו לגלות חוכמת הקבלה, מאיפה הם לקחו את זה, מאיזה מעיין הם כולם שתו, רק מספר הזוהר. ולפני שהספר הזה התגלה... Tehát מי, csak a Zohár könyve, ez a könyve, ami feltárult. גילוי של חוכמת הקבלה במשהו. לכן כותב בעל הסולם במקום אחר שאומנם ספר הגילוי ספר הזוהר גרם לכל מיני צרות זה גם כן קידם אותנו לתיקון שהיום אנחנו עומדים בדור המשיח Látjuk, hogy Izrael nemzete milyen csapásra ment keresztül, de látjuk azt is, hogy ezen keresztül szép lassan elér a mesélkedet. Mit árul föl a Szulám kommentárokban, amivel mindenki képes megközelíteni a Zohár könyvét. Rav. Bála Szulám, ahogy ezt írja, ezért
valami hatalmas pillére volt a nemzetnek. Egy alapja. Egészen láttam Harishontól, az első kabalistától, Jákobon és Mózesen keresztül. Nem is ismerünk mindenkit teljességében. Rabbi Akiva, Ari, Baal Shem Tov. Ők is írtak különböző könyveket. Összehasonlíthatjuk őket. És ezután jött Baal Sulam. Aki a következő generációhoz tartozott. És ő beteljesítette Baal Shem Tov és Ari munkásságát. És ez a távolabbi generációk még fontosabbak, mint Baal Sulam, mert a valódi forrás onnét jön. De hol kezdődött valójában? Ez Ábrahámnál. A szag az első sorton. Onnét jött a Tóra Mózestől, ez a reformáló fény, ami képes minket átváltoztatni. Aztán megtörtént az első és a második templom lerombolása, elkezdődött a messiás generáció, és Baal Sulam a kezdete a messiás idejének a gyakorlati megvalósítása, és ez ahogy ez működik. Ezért fontos, hogy annyira mi generációnk, és számunkra Baal Sulam a legfontosabb, mert ő kezdte ezt el. Igen, mi helyett az a kommentárak, miért olyan különleges le? A Sulam kommentárok magyarul azért különlegesek, mert ez a feltárulás ebben a világban. A kabbalistáknak nem elég, hogy különböző dolgokat tanultak és összekapcsoltak, de le is kellett írniuk különböző minőségekben. Mert ez a felső fény feltárulása ebben a világban. És csak ezután vagyunk képesek élvezni ennek az előnyét. Tehát azért vagyunk képesek ezeket a... Hát voltak olyan kabbalisták is, akik nem írtak le semmit, csak néhány szót mondtak, néhány szóval járultak hozzá, de akik nagyon sokat írtak. És ez az, amit mi képesek vagyunk megragadni. És ezek a szavak úgy tűnnek, mint a semmit nem tartalmaznak, de a vágy, ami mögötte van, ezek az energiák, ezek a belső energiák, amik a vágyból származnak, ezek működnek, és ezek dolgoznak a világban. És ezek fejlesztik az egész világot egészen addig, amíg feltárul, ez egy nyilvánvaló módon. És ezért nem számít a távolság. Ez itt a távolság köztük és az globalisták között van. Olvastuk a Zohát egy órán keresztül, és itt a Zohár mindenkinek könyv, a kettes kötet, kiválasztott részeket olvastunk, ez a Zohár könyve, tényleg válogatott részek, nem olvashatjuk mind a 12 kötetet, de legalább egyhez kerülünk közelebb. Annon Bercsevából kérdezi, hogy azt mondtuk, mi a messiás generációban vagyunk. Mit jelent ez? Mi a messiás generációnak napjai? Mi ez a... Hogy kell ezt megközelítenünk?
Hát menj el a weboldalra és olvass erről. Hát én nem tudok erről. A mesélés generációja az az időszak, amikor az emberek érezni, hogy mennyire kétségbe esett állapotban vannak, mennyire egy zsákutcába érte a fejlődésük. Mivel a világ egoista módon fejlődik, és nincs már hely, nincs már irány, ahova fejlődhetnek. Elkezdik érezni, hogy semmi más nem segített nekik. És ezért el kell kezdenünk feltárni ezeket a dolgokat. Ezért ez a messiás napjai. Az üresség napjai. El kell érnünk az adakozást, mert a megszerzésben többé nem létezhetünk. Le kell fednünk szeretettel minden bűnt, és hogy azáltal, hogy elérkezzünk a rendszer felismeréshez, felismerjük a teremtőt, ezt a felső erőt, ami működik és irányítja ezt, és ezáltal egy új életet érünk el. A felső rendszernek megfelelően. A felső dimenzióban. A kokka fog kérdezni. Hogyha olvastuk, hogyha a tanulók nincsenek ugyanazon a szinten, mint a tanárok, vagy az írók, a szerzők, akkor nem érthetik, amit mondanak, mit jelent ez. Hát a formaegyezések megfelelően. Akkor kapsz benyomást, és akkor éred el, hogyha formaegyezésben vagy velük. Mert ez egy egyszerű történetnek tűnik neked, de közvetlenül a szerzővel kell összekapcsolnod. Mert a könyv az csak egy közvetítő. Legfontosabb, hogy szándékban hozzákapcsolódj a szerzőhöz. A rendszerével az összes lélekkel keresztül kell menni, és el kell érni ezt a munkát, amit már ők elértek előttük. Fel kell sorakoznunk mögöttük, mivel ők a felsők, és mi vagyunk az ő ápjuk, és ezen a módon működik ez. Tehát mi a kapcsolat itt? Mi a közös ebben? Mi a közös bennünk? Hogy velük legyünk együtt egyetlen egyszerű parcokban. Te vagy a kicsi, aki belép, mint egy embrió. De az összes írás nem is csak a Zohár. Ez mint egy, olyan, mintha sok szinten följebb lenne, mint mi. Hogy érhetjük el? Én nem értek téged. Te nem tanultál a felső és az alsó kapcsolatára? De tanultam. Hát ez a kapcsolat. Nyilván millió lépése vannak tőled. De van egy felső előttem. Nekem bizonyos cselekedeteket kell végrehajtanom, hogy felfedezzem őt, hogy belépjek, és hozzátapadjak, hogy lenullázzam magam. Ez az én munkám. És nem kell semmi másra törődnöm, de a legfontosabb dolog, hogy hozzátapadjak a felsőhöz. Az egész életem a felső múlik. Hogy vagyok képes fölemelkedni, hogy vagyok képes megelégedtséget okozni neki. És így tovább, ezen kell dolgoznom. Be kell irányoznom magam felé. Miért a felső múlunk, és miért nem a teremtő? Hát a felső ez a teremtő. Tehát mi a szerepe a szerzőknek? A szerző az, aki összeállítja közt a könyvet, és megpróbál összekapcsolni téged és a teremtőt. Ezt hívjuk Mechabel, szerző héberül. Ez a kapcsolat, hogy szóba jön. Milyen oldalakat ír? Ő kapcsolatokat szervez meg nekem. Izrael népe képes a Zohár könyvén keresztül egy emocionális kapcsolatra fejlődni. Ahogy ezt a Tóra összekapcsol most minket, képes vagyunk a Zohár könyvén összekapcsolatni.
Én nem gondolom, hogy rab, mivel hogyha kinyitnák, akkor úgy ezek a dolgokat állnak. Tehát nem találnak meg a nagyszerűséget ebben a könyvben. Az egy átlagos ember ezzel a módon viszonyulna hozzá, de semmit, semmi különlegeset nem találna benne. Ezért nem publikáljuk a könyvet ezzel a módon. Mindenkit a saját vágyainak megfelelően kell megközelíteni, hogy mit akar megtalálni, hogy mindenki egy gyógyszert keres a szenvedésére. És hogyha helyesen használjuk, akkor megoldást nyújtunk a vágyaira, kitöltjük. De nem az elég, hogy kitöltsük az egóját, hanem hogy fölül, segítsünk neki, hogy fölül emelkedjen ezen. Egyfelől érezze az egóját, másfelől emelkedjen fölé. Ez a tízes, amiben ezt megtehetjük. Önbizalmat kell adnunk neki. Bizonyos kitöltés. Ez lehet egyszerű egoista is. Egy közös, kölcsönös kitöltést kell biztosítani mindenkinek. Egyfelől, másfelől dolgozni kell ezzel, el kell merülni ebben, és dolgozni kell a kapcsolaton a tízesében, hogy egy spirituális elérést valósítsa meg. Meg kell érteni, hogy a kapcsolat az jó, az hasznos a számára, egy jobb állapotba képes elvinni. Képes vagyok megszokni a problémáim elől. Tehát a tízes ez egy nagyon különleges eszköz, amit felhasználhatunk. Mert segít kivenni az embert ebből a világból, segít neki belépni a spirituális világba azáltal, hogy gyorsan végigmegy a korrekciókon. A probléma az, hogy hogyan tudja befolyásolni a tízes az embert. Ebben kell nagy szakértővé válnunk. Ezelőtt nagyon sok cikket olvashatunk, nagyon sok pénzt költhetünk különböző dolgokat hirdessünk az embereknek, de nem gondolom, hogy ez jó tenne velük. A cikkek, amiket kinyomtatunk, és nagyon sok helyen terjesztünk, talán enyhíti az emberek szenvedését egy bizonyos módon, de hogyha elvisszük őket a tízesbe, akkor nincs más, amit mondhatnánk nekik, mert ez magától elkezd működni. Részt vesz a tízesben, és különböző benyomásokat kap ebből. Ez még jobban működik, mintha cikkeket vagy könyveket olvasna, mert hozzákapcsolja őt. Hogyha hozzákapcsoljuk őket akár 20-30 perc a tízeshez, akkor a felső gyökérhez kapcsoljuk őket. És érezni fogja ennek az ízét. Önbizalmat fog kapni, egy melegséget fog érezni, és ez sokkal erősebb. Sokkal erősebb, még a korporális benyomást is kapsz, mint bármely klip vagy szöveg. A spirituális ez valami olyan, amit meg kell ragadnod. És ez csak a tízes, mert nincs más eszköz. Lehet, még két ember is lehet, vagy öt. Tehát arra van szükségünk, hogy megvizsgáljuk a terjesztésünket, és ezt a tízesek felé fejlesztük. Persze beszélhetünk előtte, és akár még két-három klipet is mutathatunk nekünk, de a leghasznosabb dolog a tízes. Látni fogjuk, hogy a Kabbala összes könyve csak erről beszélnek. Nem beszél ez egyéni emberről, csak emberek csoportjáról, akinek között megvan ez a bizonyos kapcsolat. בעבודה מיוחדת בביטול עצמם.
klapeje mérkáze gvuca. Még hogyha... Aval bikolcot emistat filmjáhat, emis filmjáhat, kvármit bat. Ledulázzuk magunkat, és a... És a tízes közepéről beszélünk. Közepéről beszélünk. Tehát ezt kell megszerveznünk. Ő mindenki lenulázza magát, leüljön a csoportba, és elkezdjen kapcsolni. És még jobban és jobban fel kell készítenünk, hogy megtisztítanunk őt, és hogy még egy belső módon vegye részt ebben. Mindenféle ellenállás nélkül. Talán tanulnunk kell az oroszoktól, akik profik ebben. Az orosz csoport képes ezt megszervezni. Láttuk, hogy milyen terjesztési cselekedet végeznek a zsidók között az országban. Talán Amerikában is. Ezért kell összekapcsolnunk a csoportokat, hogy az összes országban tanítsuk a barátainkat, mert ez az, ahogy terjesztenünk kell. Írnunk kell erről. És meg kell osztanunk ezt a tudást. Van tapasztalatunk, hogy leültessünk embereket egyszerre a körbe. És hogy szervezhetünk folyamatos tízeseket az embereknek. Ez nem baj, hogyha ez egyszer történik meg. Legyen ez egy alkalom. Azt kell megérteni, hogy hogyha nem is akar jönni még egyszer, akkor bizonyos mértékig szakértővé kell válnom, hogy eladjam a tízeseket. Hogy ezt úgy szervezzem meg, hogy az emberek ebből érzéseket kapjanak. Beszélnem kell erről, énekelnem kell velük együtt. Érzéseket és benyomásokat kell kapni. Hogyha énekelünk valamit együtt, lehet, hogy egy nagyon jó emléke marad erről, és egy benyomást kap ebből. Hol a fog kérdezni? Prof, a kabala nem beszél az egyénről. Röviden. Egyáltalán nem beszél az egyénről. Legalább egy tízes kell hozzá. Vagy két ember, aki egy tízes. A tízes, ahogy visszatérünk, volt egy kongresszus, és nagyon jól működött, az emberek összekapcsolódtak, és megkapták ezeket az érzéseket. Amikor lenullázták magukat, látták ezt a módszert, meghívtuk őket, hogy szervezzenek kongresszust. Tehát ők oroszok voltak. Jöttem tegnap, voltak néhány workshop. 16-18 ember ment be a szobába, mint fiatalok voltak, és különböző leckéket is tartottunk nekik. Nagyon sok embert jött. Tehát más szervezetekről is beszélsz. Igen. Más szervezetekről összehasonlítva. Ők is tanítottak ott valamit. De mi workshopokat tartottunk, adtunk egy elméletet, és aztán workshopokban beszélünk róla. És az emberek egyszerűen nem akartak hazamenni. Mert tényleg betöltöttük az egész teret. Ez a Fehér Oroszországban volt. Tehát köszönjük a belarusz csoportnak a munkát, ezt a felkészülést, és együtt lehettünk velük is a moszkvai barátoknak, akik nagyszerűen együttműködtek velünk. És meghívtunk különböző embereket, és különböző tartalmakat fejlesztünk ki. Nagyon fiatal emberek jöttek, és képesek voltunk megragadni az érzelmeiket. Tényleg képesek voltunk átadni nekik ezt. Ezért vennünk kell ezt a módszert, és hasonló sikeresen teszteni mindenhol. De meg kell próbálnunk, magyarabb.
És tényleg a szakértőjévé válunk ezeknek. Rabbi Simon tanítványi hasonlóan. Elmegyünk következő oldalra. Zohar könyvének bevezetéséhez. לא נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו שהוא משום חוסון הרשפון עובדי השם שמתו ידיהם מהעסק בסודות התורה שאין לכל כך בלובל אבל המשיל הרמב״ם זל משל אמיתי על זה ואמר שאם שורה של אלף אנשים סודים בדרך ויש להם לפחות פיקר בראשם צ'פש כפון כזה ותמנתי לכל לגלב בדרך הישר Egy ember kellene, hogy látja a helyes utat, és nem zuhanja. És a következő, de hogy az ember hiányzik, akkor biztos, hogy letérünk az útról, és mind lezuhanunk a sötétségbe. Válaszolom, mindenki minden egyenlő emberekről beszél, és meg kell értenünk, hogy miről beszél valójában. Tehát mindenki lenullázza magát a másik előtt, összegyűlnek, és megpróbálják megtolni, hogy válaszolom és rabas mit írt, akkor helyes módon fejlődünk, mivel a csoport a felső. רק שלא יהיה מחלוקת. ברגע המחלוקת, חייבים זהו להפסיק את כל העניין. יותר גרוע לא לעשות כלום, יותר טוב ממחלוקת. Mert nincs felosztás köztük. Hogyha felosztás létezik, akkor rögtön megállnak a fejlődésben. Akkor nem tudnak semmit tenni, hogyha egy felosztás létezik, csak ha egyenlők is összekapcsolnak. Hogyha összekapcsolódunk és barátszámolat és rabas tanulunk, akkor ez megalapozza, hogy egy közös, kölcsönös eredményt, egy kölcsönös véleményhez jussunk. Tehát a csoport felső, mivel ebben a teremtő jelenik meg. Tehát az feladat, ami előttünk van, ez belsőséget kell érnünk a teremtő imádásában, és ez a teljes életet be kell, hogy töltse, mert ez ennyi szóval ered. Tehát ez a munkánk, a teremtőt való munka, mondja Rav. Érezni kell, hogy a teremtővel fáraóért, vagy kiért dolgozunk. És hol van a helyes munkánk. A teljes gerejtőnek ezt kell követni, és mindenki saját mondjan, hogy ne zuhanjunk le. És még hogyha a teremtő szolgáival válunk is, és egy távolság létezik köztünk és a bölcsesség között, akkor nem csoda, hogy az egész generáció lesz van. Ez egyszerű magyarabb. A szeretj fel a barátod, mint saját magad alapján kell dolgoznunk, ahogy írva van, ez egy hatalmas alapelv, hatalmas szabály a Tórában. Ezt meg kell vizsgálnunk. Nem tudjuk, hogy mi az értelme fölött lenni, vagy az értelme lenni, és nem is fontos a kérdés, hogy megpróbálok elérni a lenullázást minden egyes pillanatban, és megpróbálunk a szeres falabarátot, mint saját maga elvében belefoglaltatni magam. Ez az egyetlen teszt. És tehát egy hatalmas változat ér kell, amit nem képesek kezelni. És pontosan a hit az, amit el kell érnünk. Mert minden bölcs embernek el kell érnie ezt a generációban. Mindenki félelembe esett, csak nehogy a végén még nagyobb legyen a kára, találtak, mint maga haza. Mert mondva, Istenet még elbuknánk azáltal, hogy anyagi jelekkel ruháznak fel spirituális dolgokat. És éppen hogy ez az, amely arra sarkat, hogy valamilyen kiegészítő magyarázat készítsek Ari éresenőző, és most pedig a Szent Zohárhoz. És ezzel immáron teljesen elosztottam a félelmet, mert hogy világosan megmagyaráztam és bizonyítottam minden egyes dolog mögött meghúzódó spirituális üzenetet, mely üzenet elvont és mentes minden anyagi képzettől,
és túlmutat téren és időn, ahogy azt az olvasók majd látni fogják. Mindez azért, hogy Izrael minden tagja előtt megnyílhassék a lehetőség, hogy a Zohár könyvét tanulhassa, és hogy megemelkedhessék annak szent fénye mellett. A kommentárnak ezért azt a nevet adta Szulám, hogy ezzel tanítsam a magyarázatom a szerepét tekintve, ugyanolyan akár csak egy létre. Azaz, ha van egy emelet, emeleti padlásod tele minden jóval, már csak egy létre hiányzik, hogy felemelhesse oda. Aztán már a világ minden jó dolga a kezedben van. Kérdése. Benci? Egy vak embert említettét válaszolom, de egy vak ember az a látó embert követi. Mit jelent ez itt? Az ember maga próbál megdolgozni, megpróbálja kifejezni magát. Megpróbálja belefoglaltatni magát. Tehát ez nem történik meg automatikusan, minden is lépés hatalmas erőfeszítés előz meg, problémák bukkannak föl. És ezt csak az idő alatt szerezheti meg. Ha érzi ezeket a szenvedéseket és problémákat, amik előtte vannak, akkor ez érzi, hogy ezek a problémák az egóján belül vannak, és ezért le kell válaszolni magát az egójáról. Fölé kell emelkedni a problémáknak, fölé kell emelkedni az egójának, mert ezek a szenvedések pont ezt mutatják meg, hogy hol van az ő egója. És az első korrekció, amit meg kell tenni, az első, amit elér, hogy ő némává válik, majd pedig vakká. Mert minden, lát, hogy minden, ami föltárul számára, tehát ami minden, az, ami föltárul, nincs más rajta kívül elve ellen, azt egyszerűen nem veszi észre. Mit jelent ez? Nyilván látja, de nem veszi figyelembe, mert ő csak az... Csak a nincs más rajta kívült akarja látni. Az Enszof világát, és nem azt a világot, ami feltárul az érzékelés előtt jelen pillanatban. Tehát sóvárogni akar egy állapotra, amikor egyszerűen nem látja a problémákat. Ezt hívjuk úgy, hogy vakká válik. Szeretnék egy példát adni. Tegnap volt egy leckénk, és valóban hatalmas dolog volt látni a kapcsolatot. Tehát különböző ezt munkásoknak tartottuk. És láttuk ezt a kapcsolatot, hogy megosztottuk velük, és beletettük őket a workshopba. Amikor elkezdődött a workshop, minden egyes körben volt ezek fogorvosok voltak, és mind együtt ültek az asszisztensekkel, és minden rész kicsit elkülönül, de össze is kevettük őket, és valóban hatalmas dolgot látni, hogy mi úgy született meg közöttük. Egy ilyen melegséget éreztek egymás között. Mindenki mosolygott, mindenki boldog volt, és a végén minden egyes körben a menedzser eldöntötte, hogy különböző csoportokat csinál, orvosokból, fogorvosokból, és hogy így fognak együtt dolgozni. Tehát valami lenyűgözte őket, hogy mennyire képesek együttműködni az emberek. Tehát még több vezetés kell nekik, magyarabb, hogy elérjék a jó és a rossz állapotokat is. Tehát ellenőrizzétek ezt le. Tehát szeretnék meghívni őket újban, súlyban. Ez nagyszerű, magyarabb. Ez a következő lépés, hogy egy csoportot szervezünk belőlük. Nagyszerű. Más kérdés. Van egy barátunk mi Svédországban, aki Skype-on keresztül kapcsolódik. De egy programozó vállalatnál dolgozik, és ő folytatni akarja, mert az ő probléma egy motiváció. Tehát mondjuk lehet ez a workshop célja, hogy megszervezett.
החברה שעושה, סקייפ, החברה שעושה את זה, תהיה סקייפון כרסטול? בסלטתק אבלה. Tehát ez egy Skype vállalat, ahol workshopot szervezünk. Tehát online is szerveztünk workshopokat, és így is aktiválhatjuk az embereket. Nem csak a Zoom-on keresztül, hanem... Tehát ő egy szoftver cégnél dolgozik. A munkájával kapcsolatban akar workshopot szervezni. Hogy segíthetünk neki? Tehát az irány helyes, mondja, és segítünk neki. Raf, képesek vagyunk hozzá kapcsolódni az Omer számolásnak ez a különleges időszakához, és hogy kapcsolhatunk az Zoháron keresztül ehhez, és a Szulám kommentárokon keresztül. A Zohár könyve, mondja Raf, pontosan a korrekció idejéhez kapcsolódik, ezért lett megírva. Föl kell tárnunk az egónk rabszolgaságát, a gyűlöletet, ami megnyilvánul az egónkban, és meg fel kell ismernünk, hogy ragadhatjuk meg a felső erőt, hogy kimentse minket az egónkból, mert fel kell ismernünk, hogy az ego forrása az összes problémának, és nem csak a szenvedések miatt, amiket az egónkban érzünk, hanem fel kell ismernünk a felsőt. Nem kell törődnöm többet az egómmal, hanem nagyra kell értékelnem a felsőt, és hozzá kell tapadnom. Hozzá kell kapcsolódnom. Tehát látom kell, hogy csapások a teremtőtől próbálnak leválasztani. És nem azért kell aggódnom, hogy az egóm szenved, hanem hogy nehogy... De meg kell változni a minőséget, hogy nem tehető, és nem tehetőre. Ez az, ahogy fejlődünk. És ezt mind a Zohár könyv segítségével tudjuk megtenni. És más kabla könyvek is segíthetnek. És semmi nem. Csak úgy a levegőből jön. Bár ezt szóval is rabas befolyással kell helyeznünk magunkat, hogy megkapjuk tőlük az életet. És különösen most az ágak és a gyökereknek megfelelően a fények különböző módon működnek. Én nagyon különleges időben vagyunk, a Tóra idejében, a Legba Omer, az Omer számolásnak a napjai, a vágyak korrekciója ennek az idejében most, és ezután elérünk a Hesedim. Ami Tóra megpassanára készít fel minket. Itt képesek lehetünk leválasztani magunkat az egóról, és a Legba Omer ideje alatt, utána jön a Savot, amely készít minket, hogy mint egy csoport készüljünk fel erre, magunkba egymásba foglaltassunk, mint egy ember egy szívvel, hogy felkészüljünk a Tóra megkapására. És a Tóra vonatkozásában fölemelkedhetünk a mester szintjére, a bálványimádok szintjéről, az ember szintjére. Olvastunk erről az első órában. Kérdezzetek erről. Beszéltünk a tízesről, hogy mennyire tízes a központ. Csak a tízes képes, hogyha nem vagy a tízesben, akkor nem vagy képes a felsőhez kapcsolni, akkor nem vagy képes számításokat végezni. Ez a kongresszus szervezői, nagyon sokat beszéltünk velük, nagyon sok diákkal beszéltek, és nem tudják, hogy kapcsoljuk a tízeset. Ez nem baj, mondja, csináljátok nekik egy
klippet, tanítsuk meg nekik, hogy hogy kell tízeshez kapcsolni helyes módon. Szénkászá. Ve? Igen, rezni. Ve, igen, rezni. Beszéder. Dov, piktur, klip mód je fe. Ani hosef, se u miturkan be angrit, le angrit batok, ken? Tehát meg kell keresni a felelősöket, és a fordítanunk ezt a klipet, meg kell csinálni. ושהם כל הזמן מי שנמצא בכן יחזרו אז שזה ממש כולם איזה קייפרניוק יונק יש קליפ גדול אני לא יודע כללי כתז נמד חוסו קליפ וחוץ מזה אין שום דבר וכשוב סבאי היי ואין קליפון כשאתי שמקה מוטטני és ez nem lehet probléma. Vagy Escher elmondja, hogy hogy kell, hogy a fogoros asszisztensek, hogy ültek egy csoban, és csoltak össze, és ezt is felhasználják példának, hogy hogy lehet, hogy hogy lehetünk képesek megszerezni a workshopot, és hogyan dolgoztunk a tízesekben. Tehát nem lehet itt probléma. Minden egyes kör van meg 8 ember, és nagyon ajánlott, hogy kettő, a 10 emberből kettő, vagy a 8-ból kettő veterán legyen, és ők segítsen az új embereknek. Tehát ne szeparáljuk el őket, össze kell keverni őket, új tanulókat, és a veteránokat, hogy férfiak és nők együtt, ezt nem tudom, ez Észak-Amerikához kell igazítanunk, a legjobb módon kell megszerveznünk. Tehát nyilván valahol elkerülhetetlen, hogy összekevert nők legyen. Ma este nagyon sok ember elindul már Amerikába. És már elkezdik ott a felkészülést, hogyan érzi ön a felkészülést a kongresszussal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy technikailag minden készen el, megszerveztünk mindent. A barátok találkozója, a dalok, a kulturális esték, a kaják, mindent megszerveztünk. Ez rendben van. מה שאני עושה שזה עליי, שלא ידאגו, שלא ידאגו. אז בכל שאתם לא יכולים בזה לעשות כלום. רק... מה אתה ביאז מה ראית הפוג מולי מנירה? אנחנו משיבים את האנשים שיהיו... אם אין דת מהפוג תנני? יהיה קל להם להתחבר. És legyetek biztosak benne, hogy leültessétek az embereket, és egy olyan módon, hogy könnyű legyen neki kapcsolódni. Ismerjék a workshop szabályait. A mikrofonok készen álljanak. Tehát technikai készen állunk. Ott minden meg van szervezve. A többi az rajta fog mondani. Professzionális módon meg van szervezve, de Raf, hogy érzi ez belsőleg? Úgy gondolom, hogy ez nagyon különleges kongresszus lesz, nem volt még ilyenünk. Hirtelen nagyon, nagyon új hiányok születhetnek meg, amik még nem jelentek meg ezelőtt. Amerikaiak maguk érezhetnek már valamit. Mi pontosan itt a választások előtt, és végül elkezdik érezni, hogy hiányzik valami nekik. Hiányoznak az alapok mindenhez. A büszkeség elhagyja őket, és elkezdik látni az igazságot. Elkezdik olyan érzéseket érezni, hogy egy valóban egy hatalmas erős ország kezd el működni. De amit éreznek most, az egy általános kétségbeesés. Egy tehetetlenség.
És én remélem, hogy ez a kongresszus egy nagyon belső kongresszus, ez egy általános belső követelést tudunk megfogalmazni. Képesek vagyunk őket összegyűjteni az ő vágyaikat, és képesek vagyunk egyetlen csoporttá stabilizálni, és így elérjük a felső gyökereket. Nem választodunk le a közönségről, hanem egy általános csoportot szervezünk. Sokkal jobban, mint ezelőtt. A barátaink, akik ezek szervezik a kongresszus, kérdezik, hogy hogyan képesek a veteránok elkezdeni ezt már holnap, és látjuk, hogy nagyon sok tükörkongresszus lesz a világban. Hogy vagyunk képesek felülemelkedni az egónkon ebben a két napon, ami hátra van a kongresszusi? Készítsétek fel mindent, tehát holnap már elkezdődnek a leckék. Lesz egy lecke már ott. És a belsőleg, hogy vagyunk képesek? Én ezt már mondtam, hogy a Warsaw Society-t ismerétek, kapcsolódjatok össze, amennyire csak lehetséges. Mutassátok, mindenki helyezze az ujját a csoport középpontjára, minthogyha több millió dolláros jutalom lenne ott. Nem tudok más mondani. Az elkövetkező 24-ben mire fókuszáljuk? Kapcsolódjatok össze, mivel a kapcsolatokon belül megtaláljuk az utat a paradicsomba. A csoport középpontja az átmenet a paradicsomba. Ide kapcsolódjatok. Köszönjük a nézőinknek, és mindenkit meghívunk a sivatovára, a bejelentésekre. Bejelentések Kabbalah-Am kampuszok hívnak mindenkit bevezető leckékre. Ma este Izrael különböző városaiban ingyenes a belépés, mondják a részleteket. Felterülés ebben a világban, észak-amerikai Kabbala kongresszus. 19-22 részletek a honlapon. A kapcsolat a csoportban, és ennek az alapjai a Kabbala kampuszok hívnak mindenkit, hogyha befejeztük a második szemesztert, és a BB fiatal csoporthoz tartozunk, akkor ez a speciális kurzus, hogy hogyan valósíthatjuk meg a spirituális alapelveket a csoportban. Mondják a részleteket. Ezzel befejezzük a leckét, köszönjük, és mindenkinek egy csodálatos napot! Ma mafrid bennenu, ma otszer ba'adenu, mi leachot et ha-shvarim, ma meshutaf bennenu, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו, אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. Shell.